Marta teszi ki a jobb oldalra a labdát. Heffler. Ballal középre, ígéretes volt. És ott a gólhelyzet, sőt! Vezet a házigazda! Ezúttal Lázár sem tudta elfejelni, láthatjuk, két ember jutott rá. És Marta mélységből, lendületből jön. Annak dacára, hogy éles a szög, betalál Bozsovics kapujába. Lázár most elől, előszeretettel támogatja az akciókat, Lázár kapja vissza a labdát, Éger csúszik bele, Lázár megint, Csernyánszki! Íme itt kapja vissza a labdát, Lázár Báló lepattan róla, Éger belevetődik, de üresen marad a kapu, Csernyánszki viszont visszavetődik. A derekát fogja, a Kis Tamás pedig indít a megszerzett labdából Báló törelőre. Középen azonban csak piros-kék mezeseket láthat. Weyer érkezik a második hullámban. Vajon hozzáérte Bozsovics? Úgyfest nem. Hitták. Vaskot megelőzi Magasföldi. Magasföldi pedig kilép ezzel a labdával. Gólhelyzetben Bozsovics! A kényszerítő, amelyen Magasföldi kilép, Bozsovics pedig kivár, és aztán kivédi. Éresen oda tekert labda Bozsovics, Kis Tamás, és a létre emelik! Shifter! Majdnem megduplázta előnyét a paksi csapat, két lehetősége is volt rá az első félidő végén. Éger helyezkedése bizony zavart keltett. Kis hián begyötörték a zöldmezesek. Nem veszélytelen, bizonyám, ott van még a labda az ötösön belül. Jöhet a második sarokrúgás, Magasföldi takarított. Vaskó. Heffler most nem figyelt Alvesre. Éger pedig most érkezik csupán. Alves tolja el mellette. Csernyánszki nem ér oda. Alves. Nem volt teljesen veszélytelen. Sándor. Vasiljevics mutogat kifelé, mert Boldog Tamástól kapott tanácsot, de vannak problémái. Viszont jó a beadás, Nikolics! Nem volt lesen, Nemanja Nikolics egyenlíthetett volna. Óriási gólszerzési lehetőség volt. Sándor György ívelte a védők mögé a labdát. Alves. Ügyesen építkeznek most. Lencse, Csernyánszki. Nem volt ez nehéz mérkőzés. Első fél időben elemi hibákat védettünk a védekezésben, ezzel megbosszultam, és utána 8-10 emberrel is jól védekezett a Paks. Sajnos a adódó helyzeteket nem tudtuk kihasználni, úgyhogy gratulálok a Paksnak az első fél idei játékok alapján megérdemelten érte. Ahogy említettem, a Liga Kupa győzelem után minden mérkőzést úgy kell felfognunk, mintha az egy kupa döntő lenne. Különösen igaz volt ez ma a Videoton ellen. Pedig nem indult jó előjelekkel ez a mérkőzés, több hiányzója is volt a Paksnak, de ez ma játékon azt hiszem, hogy nem látszott. Igen, voltak hiányzóink, viszont akik a helyükre álltak, nagyon jó teljesítményt nyújtottak, szervezettel játszottunk, aminek meglett az eredménye.